Nézd meg legújabb videómat! Azt mondják, a képregény, az irodalom és a képzőművészet sajátos keveréke. Gyakran a 9. művészetnek nevezik. Egymást követő képek sorozata, melyek egy történetet mesélnek el. A képeket rendszerint elbeszélő vagy párbeszédes szöveg egészít ki, ami általában szóbuborékokban helyezkedik el. Eredetileg csak egyszerű, szórakoztató történeteket díszítettek képsorozatokkal, mára azonban kedvelt műfajra nőtte ki magát. Számos alműfajra tagozódott. Sok esetben filmek is készülnek belőlük. Angolul a képregényt comicsnak nevezik. Ez annyit jelent, hogy vicces, hiszen a korai amerikai képtörténetek az egyszerű humorra építettek. Az amerikai képregénynek két tipikus fajtája van. Az első, az úgynevezett képsor, általában 3-5 képből álló, csattanóval végződő történet, másnéven comic strip. Ami napilapok rovataiban, vagy tipikusan vasárnapi mellékletekben jelenik meg. A másik, a comic book, azaz képregénykönyv, önálló általában 20-30 oldalas üzletekben megjelenő történet. A képregény harmadik sajátos típusa a manga. Japánul csak annyit tesz, teszélyes képe, ami a középkori japán festészet és a modern nyugati karikatúrák kereszteződéséből alakul ki. Vannak, akik a barlang festményekben látják a képregények legkorábbi előképeit, mondván, hogy ezek is történetet mesélnek el képek segítségével. Mások azt mondják, ezeknek inkább csak mágikus szerepük volt. Az ókori birodalmak, Egyiptom, Hellász és Róma festményei, féldomborművei már közelebb állnak a képregényekhez, annyiban, hogy a képek sorozatával beszélnek el történetet. Ismert példa, Trajanus római császár oszlopa, ami a dácsiai hadjáratot örökíti meg. A középkori India, Tibet és Kína templomaiban felfüggesztett képek és a népkezény forgó népkönyvek kevés szöveggel, inkább a képek segítségével idézték fel a már jól ismert vallásos történeteket. Így téve őket elérhetővé az írásodatlanok számára. A képekről, festményekről tudjuk, hogy egyetlen pillanatot jelentenek meg. Képregény kockáiban viszont más szabályok uralkodnak. Egy felirat vagy egy szövegbuborék tartalma megnyújtja az időt. Emellett a képi megoldások is hatnak rá. A mozgás jelölése vagy egy képhozga elnyújtott kerete. A hosszabb kereteknél például hosszabb időtartalmat feltételez az olvasó. A szövegbuborékok elhelyezése a kockákhoz hasonlóan sorrendben olvasandó. A nyugati képregényekben általában fentről lefele és balról jobbra. Egyik legújabb kedvenc programom a Kritában lehet választani oldalt, hogy milyen legyen, és hogyha az új fájt, new fájt benyomod, akkor ott van, hogy milyen legyen az oldal, amit megnyitsz, vagy az új lapod. Például lehet képregény sablont is választani, európai, USA, vagy egyéb stílusút. Én a mangát szeretem a legjobban, mert az a legérdekesebb, és akkor ki is választhatom. Ez ilyen. Itt van az eszköztár, amiben nagyon-nagyon jó dolgok vannak. Ceruza, mindenféle ecsetek, zsírpréta, például ezt nagyon szeretem a kiválasztásban, ecsetnek kell lennie. És ilyeneket lehet vele csinálni. És hogyha így kimennék a vonalból, azt látjátok, nem engedi. Grafikában nagyon szeretem még grafikus programok közül a Gimpet. Vannak benne ingyenesen letöltött betűtípusok,
amiket szintén letöltöttem, és mindenfélét meg lehet vele csinálni, amit csak szeretnénk. Azt mondják, a képregény, az irodalom és a képzőműze... Eredetileg csak egyszerű, úgynevezett... Na, ez rossz, gonosz lett. Nem lóg? Megy. Te belelóg. A középkori India, Tibet és Kína templomai... Várjál, most tényleg belelógott. Nem lehet. A középkori India, Tibet és Kína templomaiban felfüggesztett képek és a népkezén forgó népkönyvek kevés szöveggel, inkább a képek segítségével. Bocsánat, csak itt izé matatok ezzel a szarra. Pont. Ja, mondhatod. A képekről, festményekről tudjuk, hogy egyetlen pillanatot jelenítenek meg. A képregény kockáiban viszont más a helyzet. A szabályfurákatnak.